Sziasztok! Imi vagyok, és ez itt a Legend of Zelda Tears of the Kingdom végigjátszás első indítás. Day One patch megvolt. Ezt most fülessel fogom játszani, és ha jól viselkedtek, akkor facecammel. Nem hiszem el. Végre. Csak 6 nap késéssel. Ugyanúgy indul, mint a Breath of the Wild. Nintendo Presents. Aj, de menő. Amikor a fekete képen a fehér betűk már olyan érzést váltanak ki benned, hogy így... És rögtön cutscene-nel kezdünk. Strange gloom keeps getting thicker. We've been descending for a while now. These tunnels are deeper than I thought. What could be down here? Oké, beexpózzuk a karaktereket, ha valaki esetleg nem tudná. És innentől én irányítok, és full HP. Hyrule Castle alatt vagyunk. Tutoriál. De jó, ki van maxolva a HP-nk. Én olyan lassan próbálok menni, amilyen lassan Zelda megy. Én megyek előre? Nem én megyek előre, nálad van a fákja. People have been falling ill after coming into contact with the gloom drifting through these caverns. Though here it seems almost misty and not concentrated enough to harm us. We'll keep going with it coming up from beneath Hyrule Castle. We do not know what waits below, so we need to be ready for anything. But I know I'll be okay with you. Oh. Let's go solve this mystery. Jó, én nem bírok várni. Zeldázni szeretnék. Világít, ajjaj! Ajjaj! Az baj! És ki van maxolva? Nagyon jó. Ki a maxolva, a stamina is. Kicsit beleklippel a karnak a hegye a földbe, de... Ne is törődjetek vele. Maxra töltött kard! Mi ez? Mit examináltam? Zónai civilizáció. Aha. Hmm.
Amúgy ez a kedvenc outfitem. A Champions tunic. Aha. Hogy így néznek ki, nézzétek, hosszú kezek. Hosszú fülek, ahogy mondja. Vagy nagy fülek, ahogy mondja az Zelda. Istenem, és még mindig csak megyünk lefelé, lefelé, lefelé. Ott egy bet. Rekt mindenki. Édes Istenem, ezer éve nem zeldáztam, nem fogom tudni a gombokat. Basszus, tök szép ez a játék eddig. The written histories of the royal family include stories of a great war fought long ago. It was a conflict between allied tribes and someone only ever referred to as the Demon King. Is it possible? Do these murals depict the same legend? Hoppá, ott vannak a tírek. This is similar to the statues we saw earlier. Azonai. Tears of the Kingdom. Look like Hylians. This depiction certainly suggests that the Zonai descended from the heavens. It is said that my ancestors, the first of Hyrule's royal family, were born from a union with gods who had descended from the heavens. Oh. These murals tell a similar story, and if they are accurate, then the gods mentioned were the Zonai. They must have forged a relationship with the Hylians of that time, working together to establish the Kingdom of Hyrule. This figure, he seems to be stealing something of incredible power from the young kingdom. This all aligns with what I've read during my studies. And then this, it shows the Demon King. And a fierce battle against him. If the creature depicted here really does represent the Demon King, then... Incredible. This mural must be the great war recorded in the royal histories. Kicsit túlerőben vannak a gonoszok. This is the imprisoning war and the events that led up to it. Link, this is a huge discovery. Fénykép. All right then. Now to use this invention of Pura's. I'm glad I didn't leave it behind. It's so easy to record. You point it and click. Oh. Milyen szép a kis switch a kezében. Bonabával kirobbantsam. Just what is this place? Maybe we'll find more answers farther ahead. Link, let's keep moving deeper. Fú, de jók ezek az effektek. Gyere Zelda, nem látok semmit. És jön föl a földből ez a fekélyes kórság. Fúj.
Istenem, gyerekek. Ez biztos jó ötlet amúgy, nem? Meglátnátok egy ilyet. Lépcsőn lefelé. Mi történhet? Lemegyek. De ha meg nem jövünk le, akkor nincsen Tears of the Kingdom, akkor csak a Breath of the Wild van. Not yet erre? Hogy mondanád azt, hogy not yet? Más nem tudunk csinálni. Szevasz, Andres, hogy amit lemenni abla, ha alul járom. Lol, akarom mondani. Na. No. Na. No. 2023 PC világ. Ez a tier. Ez benne van a trailerben is. Hogy ezeket gyűjtik, Tears of the Kingdom. Ez a zombi, ami a trailerben is így... Most mászik rá a kezére! És szétroncsolja a Master Swordot meg a Linknek a karját. De para! Ne, törik a kard! Link! Was that the sword that seals the darkness? The blade that shatters so easily against my power cannot save you from me. Úristen, gyerekek, voice acting Zelda játékban. Rendes voice acting, de jó. You carries that fragile sword, a Link. Raru placed his faith in you, and that was all you could do. How do you know our names? Ott egy tír a homlokában. Direkt nem néztem semmi gameplay videót, csak a 3-as trailer volt az utolsó, amit megnéztem. Review-kat sem néztem, semmit. Nem akarok tudni semmit, úgyhogy lehet, hogy ti már rég tudtok olyan dolgokat, amire én itt rá fogok csodálkozni, de a legnagyobb örömmel fogom tenni. Ez olyan szép jelenet volt a trailerben is. Nincs meg! What? Gyerekek, kirázott a hideg. Kirázott a hideg. És nem azért, mert hideg van. Hogy a kéz fogta meg a Linket. Azt a... Az van, hogy most szólok mindenkinek. Hogy most egy hatalmas nagy ilyen story intróval kezdtünk. De a Breath of the Wildban is, és biztos vagyok, hogy ebben a játékban is, a Tears of the Kingdomban a legnagyobb spoiler maga a gameplay. Az, hogy mit csinálsz, hogyan csinálsz, mivel csinálsz, miért csinálsz, mikor csinálod, az önmagában spoiler végig. Úgyhogy aki szeretné átélni
ezt a játékot, és megteheti, hogy játszik vele, az inkább ne nézze se a streamet, se a vodot. Beépült a Linknek a kezébe a kéz, ami elkapott. Gyerekek, én nem tudom, mit csinálnak, éppen az egész utcát épp most akarják fel ütve fúrózni, ha jól hallom, vagy valamit. Nem tudom, mennyire hallatszik be. Becsukom az ablakot. Link, finally you wake. Behallatszik? Ez be kell hallatsz, ugye? Ez konkrétan a zárt fülesemen keresztül hallom. I've heard a great deal about you from Zelda. Azaz, mentő, minden, gyertek! Mindenki örül, hogy megjött a játék. I am relieved to see you escape death. Your arm, however, was beyond saving. I had to replace it, lest the injury endanger you further. De para. És ott van a szétroncsolódott Master Sword. Gyerekek, ez innentől a játék, becsukom az ablakot, mert hogy agy fenét kapok ettől. És akkor, let's go. Innen indul a játék. Csóró kard. Basszus. Egy az ereje. A Decayed Master Sword. Hát ezt még talán átvágjuk vele, nem? Kódném! 24 hónap! 2 év! Köszönöm szépen a resubot! Hol vagyunk? Ez már egy puzzle szoba. Oda nyúl az új kezével. Mi ez? Fast travel point. Teleport. Mi ez? Álljunk csak meg. Itt azért csak elindult valami. Ez mászható fal. Ez nem. De ez itt igen. Haha! Itt nem tud felmászni. Nem. Amúgy milyen lenne itt elfogyna a sztaminánk, és itt megfulladunk. Rögtön a játék elején. Jaj. Semmi. Bocs, srácok. Nem driftel a Joy-Conom. Ezek a megszerelt Joy-Conok. Az új analóg karokkal. Na jó. De vissza kell majd jönni, hát itt biztos, hogy van valami. Hú, de rossz érzés azt nézni, hogy így pőrén, mesztéláb megyünk a Linkkel. Ezt a kis falumban mondta valaki, mindig nem azt mondta, hogy mezitláb, hanem hogy mesztéláb.
Aha, ez jó kis tutoriál. Kettőből kettő. Ilyen zöld karika, most már három, hogy jól jegyezd meg, hogy amikor ezt a karikát látod, akkor... És ez annak a tutoriálja, hogyha jó magasról is ugrasz fejest, az fejest lesz, nem halál. Nice. Ott egy láda. Csak bele ne rúgjál, Link. De hogyha hátulról nyitjuk ki, belerúg. És fájni fog a lába. Szegény. Jesus Christ, gyerekek. Semmire nem emlékszem. Annyira régen zeldáztam. És nem tudom, figyelitek-e. Felhúztuk a cipőt. Máshogy totyog a Link. Hangot figyeljétek. Plac, 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 plac. Saruban. Tak, 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 tak. És jövünk ki. És már fönt vagyunk? Itt kezdünk? Ne! Fönt kezdünk. Nice. Jó, de jó. Ez fantasztikus, atyaég. Ott egy sárkány! Úristen! Nagyon jó! Itt egy lilliped. Hát akkor kezdjük el. Great Sky Island. Oké. Okay. Ott egy tree branch. Föl ne vegyem. Ó, gonobák, mindent összeszem. Gyerekek, mindent. Sky Shroom, oké. Másik tree branch. Gomba, gomba. Amúgy. Ebből nem lesz tree branch, nem. Alma. Mod. De nem, hely. Ja, ezt elő kell vegyem, ahhoz, hogy ezt elő kell vegyem, ahhoz, hogy dodzsoljak. Rossz gombbal akartam dodzsolni, ugye? Ez az. Ez az. Csak a kritikál. Zonai charge. Use the power source for constructs and other devices. Okay. Ez pedig soldier construct horn. Blade-like horn. Okay.
Elfelejtettem, mely gombbal dodzsolok. Kicsit a HD-s gombok voltak még a kezemben. Gondba, gondba. Nincsen gliderem, ugye? Nincs. Milyen kontrollerre játszom? Én úgy zeldáztam végig a Breath of the Wild-ot, hogy a leszedett Joy-Con-okkal játszok így külön. Mert hogyha chillezel, így is lehet játszani. Ha pro gamerbe vágod magad, így is lehet játszani. De egyébként ez a legkényelmesebb szerintem zeldázni. És azért így szerettem játszani, mert amikor meg ijászkodsz, akkor nagyon jól lehet a jobb Joy-Connal ugye célozni, mert motion célzás van, mert például a Pro Controllerrel is lehet motion célozni, de akkor ugye így az egész kontrollert kell mozgatnod, így. Ha viszont ezt kettészedve játszod, akkor ezzel mindig vagy így fixen, tök kényelmesen tartod a kezed, és ugye én jobbkezes is vagyok, tök jól tudok csak jobb kézzel célozni, nem kell így mozgatni párhuzamosan a kettő kezedet. Ez csak ilyen kényelmi dolgok. Ott egy sárkány. Itt mi van? Fegyó! Wooden stick. Hát ez fegyvernek néz ki. Jó, hát ezt most már összetörjük. Fú, gyerekek. De szép! Azért vettem fel a fejhallgatót, mert bár ez szét fogja nyomni a fejemet hosszú távon, ez egy szuper zárt füles, Audio Technica zárt füles. Bokri, 38 hónap, köszönöm szépen a feliratkozást. A Zeldához a hangok, azok feltétlenül kellenek és nagyon fontosak. Mászható? Mászható. Most is látszok, én most muszáj így jöjjek, menjek, tudjátok. Ilyen chillezésben nyomtuk végig a Breath of the Wild-ot is kétszer. Itt van valami. Lent. Sok minden van lent, lesz is. Csak akarok itt menni egy kört. De jók ezek a környezethangok, madár. Jaj, de jó, pont ahogy kimondtam, itt vannak a madarak. A szél. Á. Hát a felhők között vagyunk, de jó! Mondjuk itt nincs meleg, de legalább biztos hideg van. Ops! Ha valaki nem tudná, miket lehet csinálni a Zeldában, nézze meg a Breath of the Wild végigjátszásomat. Például így lehet fára mászni is. Nice. Jézusom, ez már most nagyon nagynak tűnik. Több a zene ebben a játékban már most, mint az előzőben. Csákúp lebek, na mi a helyzet? Csak Nightbotot idéztem a chatről. Hát az a helyzet, hogy
Végre Tears of the Kingdom. Bám. És egyébként azt már Aonuma bácsinak a gameplay videójában is megnéztem, hogy ahogy becsapódtok a vízbe, egy ilyen fejes ugrástól, nem tudom néztétek-e, hogy leprogramozták, itt nem fogok tudni felmászni, ez még csicska vagyok, nem? De tudjátok, hogy lehet csalni. Itt megállunk egy kicsit, töltődik a, mondom, itt megállunk egy kicsit, azaz, töltődik a staminánk, és megyünk tovább. Az a baj, hogy negatív falon jobban fogy. Most például jobban fogy. A stamina ilyen dőlésszögön, mint amikor így egyenesben mászunk. És azt is remélem tudjátok majd, demózom az újaknak, hogy amikor a staminánk elfogyna teljesen, és pirosban van, ha akkor nyomunk egy ugrást, egy ilyen bouldering ugrásmozdulatot, falmászós ugrásmozdulatot, azt úgy programozták le, hogy az dupla olyan magas, mint a normál ugrások. Mert olyan, mint hogyha a Link az utolsó erejét is felhasználva elrugaszkodna. Szóval most ugrunk egy fejest, és nézzétek meg, hogy becsapódunk, utána hát hogy van? Mi ennek a fizikai jelenségnek a neve? Nem tudom. Becsapódunk, ugye kijön a víz, és visszahullik majd a... Hát rosszul csapottam be. De ott van! De ott van! Sikerült demóznom, csak nem szépen ugrottunk. Süllyed a liliped? Aha, vicces. Ja. A Doppler effektus az nem ez. Az az, hogy a mentő máshogy szól. Hogyha feléd jön, és máshogy szól, amikor elfelé megy, az a Doppler effekt. Mert a... hogy van az valami hanghullámok terjedésének a... izéje. Itt van valami, amit az előbb észre se vettem. Srácok, aki intense gameplayre vágyik, az nem ez lesz. Ez mi? Na, Stuart Construct. A Stuart az ilyen inast jelent, nem? Link, I have waited for you. Princess Zelda left something for you in my care. Mi? Megkapjuk a sikaszlétet. A switchet. Purachpad. Ez már nem sikaszlét, bocsánat. Ez már Tears of the Kingdom. Ez Purachpad. Jó. Igen, a seprű medál. Én is azt néztem, hogy ez egy seprű akar lenni. De az seprű, ugye? Helytartó, Stuart. Jó. Invaluable tool that will provide you with direction. A switchünk. Lol. És tényleg? Ha valaki azt hiszi, hogy viccelek, nem. Ez egy switch. Milyen okosan inkorporálja a saját konzolját a Nintendo a játékon belülre. Purapad, jó. My records indicate that Princess Zelda is waiting at the location marked on its map. Most az jutott eszembe, hogy Princess Zelda is in another castle. Mindegy. My message has been delivered. Where am I? We stand in the garden of time. De jó hangja van. The temple of time is visible from here. It's used in the distant past many rites and ceremonies. Oh, there was a hang. Ez mi volt az előbb is? Ezzel... Find Princess Zelda! És amúgy a következő 200 óra az ezzel fog telni. Végre! Na most az van,
hogy hol lesz jó a fejem. Szerintem... Szerintem... Itt lesz jó a fejem. És ezt mindig elfelejtem. Hogy... Transform... Flip... Ez a horizontál. Így van. És akkor most befelé nézek a gameplayre. Hogy azt lássátok, hogy befelé nézek a monitorra. Mert ott van a képernyő jobb aljában a hőmérő, a zajmérő és a térkép. A bal felső sarokban a HP, meg a dolgok. És... így szerintem így láttok mindent a legtökéletesebben. Mit szóltok hozzá? Ha szeretnétek a fészkemet. Na ez mi? Itt nincs ajtó, amit kinyissunk vele. Oké. Nagyon tetszenek a színek, ez az őszi hangulat, bár nem szeretem az őszt, de nagyon tetszik ez a sárgás világ. Az elmúlás. Fegyókák. Ez roppolom, ezt fölveszem. Na jó, azért vissza fog ez jönni gyorsan. Mármint így az izommemória. Do you intend to use the... ez a weapon against the soldier constructs. Soldier constructs? Aha, ők védelmezik ezeket a területeket. Zone I have created. Aha, oké. Okay. Ó, és engem betolakodónak néznek. Jó, oké. Jó. Please do not actually attack. De aranyos, és nem fogok támadni, én rendes vagyok. Milyen kedves gameplayt csinálunk. Csak összetörök mindent. Dur. Béka! Megfogom. Ott fut itt frog. Ott megy a béka. El fog tűnni, igen. Még mielőtt elszaladnék. Nézzünk már körül. Oh no! Nem lát. Ne roncs már el a játékomat, Bobby. Oké. Biztos, hogy lecseréljük a botokat azért 4-es attakra. Madár. Az annyira madár, hogy egy... Mi ez? Jézusom! Ez egy lámának és egy pelikánnak a testvére, keresztgyereke. Purapad. Jesus Christ! Great Sky... Álljunk meg! Mert hogy ez így ekkora. Én vagyok ekkora, ez így ekkora. De nézzétek, ez is a map, ami azt jelenti.
ez csak a Tutorial Island, mondja Harkat, jó? Ez csak a Tutorial Island. Atya ég! Nem merem nézni a chatet, mert ti már ezer éve játszotok a játékkal. És nem szeretnék spoilert. Fú, de jól néz ki ez a játék. Nekem nem kell Unreal Engine-öt. No kappa. Abszolút nincs rá szükségem. Olyan kedves a szemnek. Ez egy mese. Mennyivel fontosabb lesz majd itt is a gameplay, mint az, hogy néz ki a játék. De közben meg nekem őszintén tetszik. Ez mi? Miért ilyen hegyes? Itt valami turpisság ezzel kapcsolatban lesz. Nem tudom. Hogyha rádobjuk a lilipedre, akkor besüllyeszti. Ha eltalálnám, kiderülne. Tudjátok, van a mondás. Zelda fizika. És Dávid, 63 hónap. Köszönöm szépen. Köszi a resubot. Kis adomány csóró Linknek gatyára. Na, hol volt az a lilipad? Ott van. Ugye, hogyha túl nehéz lenne ez a kő, akkor menne le a staminánk. De jó, és lenyomta. Imádom. Jó, nyilván tudtuk, hogy ez lesz, hiszen Zelda fizika, de azért ki kellett próbálni. Azt oda nem fogom tudni feldobni. De hát hogy láttak meg? Hát itt googolok a... Mindegy. Mintha más lenne a kamera kezelése a játéknak. A jó értelemben mondom. Tök jó, hogy így közelebb visz. Például itt a famászásnál. Nem lát. Most nem láthatsz. Álljál már meg itt alattam. Ezt nem lehet googolva vinni, mi? Nem. Ne! És nem hallotta meg. Jó. Ja, de várjunk, ez Stuart. Ez jó fej. Ez nem támadós. Meg akartam kínálni egy izével. Egy ilyen nagy kővel hátulról, de hát akkor vele beszélgetni kell. Hello! Ide monzottak a finom illatok. Hát persze.
főzés tutoriál. De jó! Ott a gomba. Toast is, Sky is room. És ugye mivel nincsen... nincsen... tűzhelyünk, nincs üst. Ezért... ha itt fogtok... ha itt fogtok... egy cuccot is mellé teszitek, akkor a hőhatásra elvileg ennek meg kell sülnie. Lehet, hogy nem dobtam elég közel. Azaz, ott sül. Ez elégett volna. Nem? Gombából több van. Próbáljuk ki. Vagy mindjárt így... Aha! Toasty Sky Shroom. Jó, várjunk. Akkor meg kell várni az almánál is. Baked apple lesz belőle. Nem? Hát süljél már meg! Sült almát szeretnék csinálni. Azaz. És ez már 3/4 HP-t ad vissza. Sima alma az ugye felett. Nice. Ott a haverom. Őt nevezzük Lajosnak. Lajos a biztonsági őr, aki árgus szemekkel figyeli azt a folyosót, amin elvileg nekünk le kellett volna jönni, de mi nem ott jöttünk le. Amúgy rohadt hangosan trappolok, úgyhogy tök mindegy, hogy Google-ba vagyok-e vagy nem. Dehogy. Itt ne legyen kő. Az kriminális. Ott is van valami. Onnan jöttünk ide? Én már ezt sem tudom követni. De az biztos, hogy egy nagy kőre van szükségem. Gyerekek, hát csak kérni kellett! Hát csak kérni kellett! Mondjuk nem ezekre a kövekre gondoltam, de jó lesz. Ott van Lajos és Sándor. Lajos 53, Sándor 47, biztonsági őrök. Kérdés, hogy mit szólnak, mondjuk, ehhez a kőhöz. Azt mondta az egyik, hogy ripperóni, a másik meg azt mondja, hogy nekem ott biztonságosabb. Hoppá. Gimme that. Ez az. Azt is kérem. Sneaky strike, sneaky strike. Ne! Jézus! A korai. Jézusom! Hát ez milyen... milyen whirling attack, gyerekek! Tudjátok, harc közben
tipik Zelda dolog. Food. Harc közben eszünk. Ez fél HP-t ad vissza? Big Dapple az. Kicsit jobb. Aj, megint a Hades dodzsolást nyomtam. Long stick. Nice. Ugye az van, hogyha éppen törik a fegyvered. Mondom még a Breath of the Wild-os tutoriálokat azoknak, akik esetleg nincsenek tisztában a játékkal. Ha éppen törés határán van a fegyvered. Negyed HP-t ad vissza? Hagyjál már, mindjárt főzünk. Szóval a törés határon van a fegyver. Kettő sebb, ez csak a long stick. De csicska. Csíra. Ja, droppolni akartam, nem sortolni. Sortolni a részvényeket, nem ezt akartam droppolni. Na, ez még nincs benne a kezemben. Úgy. Törés határról lévő fegyvert, ha dobod, akkor az el fog törni, és kritikál sebez. For your information. Ez mi? Miért másmilyen a padló? Be lehet látni oda le. De jó. Na, azért kell szétütni ezeket a robotokat, mert biztos vagyok benne, hogy jól fog jönni majd a... az alapanyag, amit belőlük kapunk. Viszont az is biztos jól fog jönni, hogyha nem a fél gyógyítású almákat eszem. Ez az sült alma, király. Mindet felvettem, mert ugye ha meg sokáig ott marad, akkor meg elég. Az se jó. Jó, lesz a Sky Shroom-ból is dobáljunk párod ide. Négyet mondjuk. Tak. Szupi. Nem? Majdnem meggyulladtam. Ez mi? Ez valami platform. Át tudunk menni. De mi van erre? Hát semmi. Jó. Nem tetszik ez a fegyó, hogy itt van a hátamon, ennél még a Master Sword is szebb. Az ugye soha nem törik el, az azt tudja. Annak van egyedül végtelen durability-e, ami azért ugye vicces, mert azzal kezdődik a játék, hogy eltört a kard. De hogy ez soha nem kerül ki az inventoringból. Igen, ami van erre kérdésnél kezdődnek a gondok. Hát nem, hát meg kell nézni, Connor. Temple of Time. Neki van pajzsa, hello. Hát én meg akkor azt mondom, hogy hosszú volt. Ennyit ér a pajzsot. Csicska. Jaj. Korán ugrottam. Ne ülj meg, please. Hadd egyek. Háromnegyed HP. Missklik. Add már be a... Jó, nem! Bepörög, az nem jó. Az ellen viszont jó, hosszú volt. Kicsit megváltozott a kombat zene. Hát ezt nem láttam jönni.
ezt a támadást. Megint bepörög. Ott van. Kritikál. Végre egy kard. Gyerekek. Jaj, de jó. Azaz. Végre. Nem egy gyufaszállal kell harcolni. Ott egy robot. Ott van fönt valami. Nagyon sok a fúvós hangszer, ezt már figyeltem a trailerben is. Most is az szól. Szaxofon, klarinét. Eddig nem megszokott hangszerek által van előadva a Zelda zene. Ez nyitja a kaput, ugye? Valaki érintésre gyógyít, valaki érintésre kaput nyit. That door will open only to those with sufficient power. What? I'm sorry. I did not intend to startle you. It was I that spoke to you earlier. That arm originally belonged to me. Ez a gonosz kinézetű csóka. Source of the right arm. Forgive me for appearing to you in this manner. Unfortunately, I no longer have a physical form. De jó. In any case, that arm should allow you to open this door. It seems to have lost the power to do so. De szép a zene, úristen. Be able to restore it, but you would need to enter a place filled with sacred light. Of course. Why not visit the shrines on this island? De szép, Jézus, ez a zongora. The shrines. Yes, I am sure they are the key. Jaj, de gyönyörű, és szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy akár szeretitek a jazzt, akár nem szeretitek a jazzt, képzeljétek el, hogy miközben zeldáztok, jazzt hallgattok, csak mondom. De hát, ha esetleg valaki azt mondja, hogy imádom a Zeldát, utálom a jazzt, akkor szólnék, hogy és jazzt hallgatsz közben, úgyhogy lehet, hogy szereted. De szép. Azt mondja, shrine. Az első shrine. De jó, Jézusom, de jó, gyerekek. Szekundsurlódás, szűkített akkordok. Hát mi kell még a boldogsághoz? A Jairon Duck írja, igen, olyan szép ambient zene, ez ilyen. Most is! Milyen harmóniák mennek itt? Szóval, annyira szépen belesimul a Breath of the Wild-nak is, meg ennek is a zenéje magába a gameplaybe, hogy nem kell, no offense, tehát hogy biztos, igen, sokat adnak a különböző játékokhoz az epic zenék, de hogy az Eldának nincs szüksége arra, hogy megállás nélkül epic soundtrack szóljon a háttérben. Ez fantasztikus. Szép. Itt is lesz epic zene, kell az is, persze. A Breath of the Wild zenéjének az elemzéséről tök jó YouTube videók vannak. Megint az XL, miért az XL akarom felvenni? Melyik játékba kellett az XL felvenni dolgokat? Ó, van Arrow, csak nincs hozzá. Nincs hozzá ilyen még. Ott egy robot.
Sneaky strike-olnám. Szívesen. Kritikális sebzésért cserébe. Ugye nagyon lassan kell menni. És ott látjátok a hőmérő alatt. Ott látjátok a hangjelzőt, hogy mennyi hangot adok ki. Get wrecked, buddy. Ez az. Nagyon jó. De jó. Mi ez a hang? Este 7-kor megszólalt a... De jó. Ez azért van, mert este van. Kisznájpolhatnák innen a robotot. De nem akarom. Hűha. Hűha. Oké. Okay. Látom. Látom, mit kell itt csinálni. Látom. Hát azt most még nem tudjuk csinálni. De majd ha megcsináljuk azt a shrine-t, akkor remélhetőleg utána tudjuk csinálni. Mi az? Izés room, ez a mászós. Azaz. Rush room. Annyira szeretem ebben a játékban azt, hogy amit látsz, odáig el lehet menni. A speciális shrine falakon kívül mindent meg lehet mászni. Iszonyat nagy szabadság. Nem csak azért jó a Sneaky Strike, vagy Sneak Strike, bocsánat, nem Sneaky, csak mondjam, Sneaky-be megyünk. Mondom a melléknevet. Nem csak azért jó, mert dupla sebzés, hanem mert ugye ez one-shotol, és a durability-m nem fogy annyira. Tehát később fog tönkre menni a kardom, de szerintem a csóró... Ez még nincs a kezembe, ez még nem jut vissza. A csóró cuccokat dobjuk már el. Igen. Igen, rossz gombot nyomtam. Ezt is eldobom, ezt is eldobom. Ezt felveszem. Jaj, de szép! Nézzétek! Pont ott megy el a nap, és elmegy szépen, ahogy telik az idő, megy le. Oh. Golden hour. Gyerekek, nem tudom. Ilyen szar idő lesz, mint ami most van kint, akkor el fogom indítani a játékot, és így naplementét fogok nézni a játékban, hogy kicsit jobban érezzem magam. Vagy rásrúm. Kérem, köszönöm. Ó, itt lehet építeni majd hidat. Mi van ott? Almafa. Más nem látok. Ukou Shrine. Na ez most így fura, mert ugye a Breath of the Wild-os shrine-oknál beléptél a kapun, ugye kinyitottad a sikaszléttel, beléptél, levitt a lift. Itt mi lesz? Itt mi lesz? Ja, teleport. Ja, nem. Ne csesz, hogy mindenfajta töltés nélkül átmegyünk egy... De tölt, jó. Aha.
Aha, ez a töltőképernyő, jó. Hát eljutottál ide. Shrine of Light. Oké. Ó, kapunk egy abilityt. Ultra Hand! Oké, de ezt miért ő adja? Azt hittem, hogy ezt ennek a végén kapjuk meg. Ezt fönt is odaadhattad volna, haver. Oké. The ability to create. Jó. Szuper. Nice! De jó vagyok! Úristen, de jó vagyok! Hát igen. Fölmerül a kérdés. Hát igen. Ezt hogy fogjuk? Ezt hogy fogjuk? Amúgy, van egy ötletem. Ugye ezt most össze kell ragasztani. Azt akarja a játék megtanítani, hogy ragassz össze kettőt, és az elég hosszú lesz, de. A what if? Figyeljetek csak. Boom. Rotate, hold, R. Aha. Ja, így, aha. Azaz. Ne! Lehúzta a súlya. Srácok, kezdődik. Addig nem megyünk tovább. Ups. Vissza kell szokjuk a gombokra. Rossz gombot nyomtam. Rossz gombot nyomtam. Mi a rotét? R? Ne! Úgy. Ja, nem elég hosszú. Mert azt akartam, hogyha ezt meg így ejtjük rá. Hát igazából nem sikerült az, amit akartam. De csak átjöttünk. Összeragasztás nélkül. Mindegy, ezt akartam csak. Azt hittem, hogy elég hosszú az. Elég hosszú. Inkább így mutatom. Elég hosszú az,
hogy csinálunk egy ilyet, és egy másikat meg így ráértünk, és akkor onnan így át lehet gyalogolni szépen. Ilyen csicska híd. most direkt úgy fogjuk megcsinálni, hogy nem gondolták, hogy meg fogjuk csinálni. Jaj, de jó. Na! Azt mondja. Ezen kéne át hipsterkedni magunkat. De várjunk, ha itt valaki kicsit butucska, és leszalad. Ja, itt vissza lehet szaladni. Jó, azt hittem, hogy ezen nem lehet följönni. Itt. Nice. Aha, ezen csak így le kell csúszni. Ott mutatja a játék, hogy amúgy azt kéne összeépíteni. Azon gondolkozom, hogy... Nem tudom, miért ugrott be ez a zene. Kicsit beakadt. Ott egy láda! Sas szemem. Srácok, sas szemem. Nagy. Azt hittétek, itt hagyom. Ezt az egészet hogy fogom meg? Sehogy. De, jó. Csak akkor nem ott fogom meg. Gyerekek, gyerekek. Unortodoxak vagyunk, mint a gazdaságpolitika. Imádom. Ez már most nagyon jó ez a játék. Még el se kezdődött. Meg kell nézni, a shrine mögött néha van láda.
de ugye megtaláltuk korábban, úgyhogy általában egy srányban egy láda van, de van, hogy több. Úgy emlékszem, van, hogy több, nem? Szesú, lol. Mit kapunk? Orbot? Fény! Mint Ferike. Fényt kapott Link. Egy kis getva kijött a kezünkből. Ah, de jó. Purifyolta, kicsit megtisztította a kezünket. Nice. Be kellett volna mondjam, hogy ez már a második gameplay egy óra után. Akkor itt az első shrine után elvágom a vodot, azt mondjátok, és akkor mindjárt beköszönünk. De jó zene. Hoppá, újra kéne kalibrálni a... Jó, most jó. Jó, de jó. Tehát, hogy azért így játszom, ugye mondtam nektek, hogy a egyik kézben a jobb Joy-Con, a másik kézben a bal, és nincs, nem használom a összekötést, mert így sokkal természetesebb szerintem, mint hogy egyszerre kéne mozgatni. Hát akkor ennyi volt az első. Zelda gameplay. Köszönöm a figyelmet, innen folytatjuk.